Vállalkozz József Város, többek közt erről a felhívásról fogunk beszélgetni a következő percekben. Vendégem Zékány Zoltán, a H13 szakmai igazgatója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, nagy tisztelettel köszöntöm én is a Bónum Televízió nézőit. Még mielőtt belekezdenénk arba, hogy mi a vállalkozás József Város felhívás, szerintem tegyük tisztába azt, hogy mi is pontosan a H13. A H13, hát a picit bonyolult a nevünk, H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ, első hallásra talán egy kicsit nehezen megegyezhető, tehát a H13 talán ez sem evidens, az Óránszky utca 13-at takarja, a nem túl távoli palotanétből érkeztem ide hozzátok, és a két fő funkciónkat szintén elárulja ez az elnevezés, tehát mielőtt a bő 6 éves módra visszatekintő intézményünk elindult, ezt a Józsefvárosi Önkormányzat álmodta meg és hozta létre egy Európai Uniós pályázat keretében. Végeztek egy hatástanulmányt, mely szerint több tízezer diák fordul meg Józsefvárosban, elsősorban a palotanegyedre koncentrálva. 14-15 felsőfokú intézmény egyetem van a kerületben, ebből 9 a palotanegyedben. És tehát rájuk fókuszálnánk, mint diákcentrum, ugye a diák ez erre utalna, a kerület felsőfokú intézménynek, egyetemének vagyunk mi, ilyen szabadidős kulturális szintere, az egészen soft programoktól, tehát értelemben a karibulikat, a komolyabb workshopokig, meetupokig, akár ilyen pályaorientációs, pályaválasztói programokig. A másik fő funkciónk pedig a vállalkozás fejlesztés, ez talán unikálisabb, mert diákcentrumban lehet más kerületnek is, de a vállalkozás fejlesztési központban biztos, hogy ebben mi voltunk az elsők, és hogy ez mit is takarna. Ugye a unió szerint 40 év alatt tekintettünk egy fiatal vállalkozónak, tehát mi is az egyetemisnek, illetve a 40 alatti fiatal célcsoportra lőttünk, tehát rájuk szabtuk a programunkat. Van egy inkubációs programunk, ez a VIP programunk, ide egy üzleti tervvel kerül be a fiatal vállalkozó, 40 alatti vállalkozó. Megjegyezném, hogy ide nem csak józsefvárosiak jöhetnek, más kerületből, vidékről, határon túlról, de lengyel és spanyol inkubáltunk is volt már. És az bocsánat, hogy beszólok, hogy az viszont előírás, hogy a józsefvárosi kerületen belül tanuljon? A diákról beszélünk? Nem, ez sem előírás. Közép-hosszú távú célunk van ezzel, tehát mi szeretnénk olyan kedvező gazdasági környezetet mutatni Józsefvárosban, hogy akár más kerületből, vidékről, határon túlról érkezett fiatal úgy gondolja, hogy a vállalkozását azt itt valósítsa meg, itt indítsa el, és adott esetben, ha már ez egy működvállalkozás, akkor itt működtesse tovább. Tehát mi ezért dolgozunk elsősorban, ezért is érünk egy kerületnek egy ilyen vállalkozási fejlesztési És akkor, ha jól értem, ez már 6 éve működőképes. Mik a tapasztalatok akkor az elmúlt 6 évben? Én úgy gondolom, ez egy nagyon sikeres történet. Több kerület már kért a példánkat, például Rákosmente, nagyjából a mi példánkat másolta le, és ott is van már egy RV17 hasonló intézmény. Hogy is tudjuk itt tartani ezeket a fiatalokat? Ugye ez egy nagyon fontos, hogy elindítja itt a vállalkozását a H13 inkubációs programja után. Röviden, mi ez az inkubáció? Bead egy üzleti tervet, és egy év alatt szakmai segítséget kap, mentorálást, pályázatírót, könyvelőt, kockázati tőkét, amire éppen szüksége van. Releváns esetben az egy éven meghosszabbítandó, és utána hogyan maradnak itt Józsefvárosban. Tehát két lehetősége van, két kifutás van ennek az inkubációnak. Ugye, mint önkormányzati cég, önkormányzati fenntartású cég vagyunk, ezért ugye jó kapcsolatom van az önkormányzattal természetesen, mint fenntartó. Ezért van egy Józsefvárosi önkormányzati rendelet, mely szerint a H13 inkubációból kikerülő fiatal vállalkozók nagyon kedvezményesen bérelhetnek tovább önkormányzati üzleti célú ingatlant. Ez egy nagyon jó lehetőség, van egy 5 éves kedvezményes ciklus, az első 2 évben szinte csak a közös költséget fizetik, ami egy kezdővállalkozás életében mindig a legkritikusabb, és a következő 3 év is támogatva van, tehát ha mondjuk te vállalkozni szeretnél, és most besétálnál vagyunk ezzel, akkor fizetsz a díjat, itt pedig csak 6. évelejétől fizeted a reális piaci díjat, én úgy gondolom, hogy 5 évig támogatjuk őket, ezért már meggondolja mondjuk az a szegedi egyetemista, hogy ezt a vállalkozást itt tartja Józsefvárosban. És ez Józsefvárosnak azért éri meg igazán, hogy egyfajta ilyen tágítsa a Józsefvárosnak magát a kerületnek, tulajdonképpen a népszerűségét, vagy mi az, hát, ami megéri? Hogy mondjam, ennek szerintem ezen túlmutatva azért gazdaságélénkítő szerepe is van. Ezek a vállalkozások itt működnek, itt munkahelyet teremtenek, adót fizetnek. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy win-win szituáció, akár a vállalkozásnak, akár a kerület részéről is.
És akkor a H13 részéről már beszéltünk az inkubátorról, de nekem még itt például felvenír az is, hogy ez egy találkozási pont is tud lenni. Így van. Inkubáción kívül még bocsánat, hogy befejezni, van egy coworking irodánk is, ami a inkubációnak a másik kifutása, nagyon divatos most ezek a közösségi munkahelyek, tehát akik még nincsenek olyan fázisban a vállalkozásra, hogy saját önálló irodában mennének, vagy műhelyt, ugye is nem szakosodtunk IT irányba, bárki jöhet hozzánk, cukrásztól, a csoki készítőtől, az utazásszervezőtől, persze a legtöbb az informatikus, akkor ők pedig a coworking irodában mennek tovább, és ők majd a harmadik lépcsőben mennek tovább önkormányzati ingatlanba. Ezen kívül rengeteg startup programot szervezünk, ez nyitott, abszolút bárki jöhet, elsősorban kerületek, de kerületen kívülről is. H13 Akadémia néven fut ez a programsorozat, én mindenkinek ajánlanám a honlapunkat, Facebook oldalunkat követni. Ezen kívül természetesen, mivel vállalkozási fejlesztési központ vagyunk, és nem csak a fiatalokkal fókuszálunk, a kerület összes vállalkozóinak is tervezünk programokat. Minden hónap utolsó kedjén Józsefváros üzleti klubunk van, ahol mindig próbálunk olyan előadót találni, ami a kerület vállalkozóinak fontos témáról tud aktuális információkat adni, tehát ha adóváltozás van, akkor jön egy adószakértő, ha úgy központi régióban elérhető pályázat van, akkor Budapesten úgy értem, akkor erről lesz beszámoló, de volt már nálunk a Google Grant vagy a Rubik stúdió is, illetve mindig ott van az önkormányzat részéről egy döntéshozó alpolgármesteri szinten, tehát aki mindig elmondja a kerület gazdaság életének aktualitásait, a kerületi fejlesztéseket, kerületi adókat, helyi adókat, úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a döntés a közvetlen kontaktusba kerüljenek a kerület vállalkozói. Ez kimondottan a kerület összes vállalkozóinak szánt programsorozat, tehát nem csak a startupoknak. Valamint, ha bárki betér hozzánk hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, illetve egyeztetett időpontban, ingyenes tanácsadást biztosítunk partnerek segítségével, ha van valakinek üzleti ötlete, és nem tudja üzleti tervet lefordítani, ebben segítünk, de a pályázatban akar segíteni, tehát ez egy ingyenes szolgáltatás elsősorban józsefvárosi lakosoknak, vállalkozóknak. Azért ezek nagyon jól hangoznak. Mik a legnagyobb sikerek, arról lehet beszélni, mondjuk az elmúlt ebben a 6 évben? Vannak ezek a kifejezetten, amikről tudunk beszélni? Amire legbüszkébb vagyok, mondjuk ez már szépen kifutóban levő program, mert hál' Istennek Magyarországon szinte teljes foglalkoztatás van. 5. évet csináljuk, a álláskeresők vállalkozó városa programban is részt veszünk, tehát amikor munkanélkülből csinálunk vállalkozót, ez egy eléggé nehéz szituáció, olyan élethelyzet vállalkozót csinálni, és minden évben 10-12 álláskeresőben munkanélkülből sikerült már vállalkozót csinálunk itt a kerületben, tehát erre személy szerint nagyon büszke vagyok, tehát a saját közhasznú takarítónőnkből egy nagyszerű takarító vállalkozás indult el például. Hát azért ezek tényleg egy nem mindennapi történetek, és ehhez én is gratulálok, hogy ez tényleg sikerült véghez vinni. Ugye itt már beszéltünk arról, hogy közösségi iroda, találkozási pont is lehet ez az egész, tehát hogy megvan ez a része, és ennek a H13-nak, persze. Hogy... Persze, bárki betérhet, ugye ez egy többszintes épület, a főszint, illetve a mínusz egyedik szint az, ahol az egy közösségi tér, bárki bejöhet, ugye ott van az ingyenes tanácsadás, ingyenes internet lehetőség, illetve a mínusz egyedik szinten, ahol egy konferenciatermünk van, ott általában mindig kortárs kiállításaink vannak, ez bárki számára mindig megtekinthető, és a főső két szint az, ami a coworking, illetve az inkubációnak a helyszín, ami alapvetően le van zárva a külvilág számára. És akkor beszéljünk a konkrét dolgokról. Vállalkozz Józsefváros, ez a mostani program, mit kell erről tudni? Ez már a harmadik versenyünk, az első versenyünk az egy regionális női közép-európai startup verseny volt, akkor a startup térképre szeretük volna H13-ot feltenni, az is nagyon jól sikerült, de úgy gondoltuk, hogy nekünk nem elsősorban ez a fő feladatunk, hanem helyi szinten kell a helyi egyetemistáknak, helyi kerületi lakosoknak, vállalkozóknak is teret biztosítanunk, és második alkalommal írjuk ki most ez a Vállalkozz Józsefváros ötletversenyt. Ennek a preferált témája a Smart City, tehát a okos város. Ez külön Józsefvárosa van. Ezt kimondottan így van. Igen. Tehát, hogy a zsűriben bennül, ugye Józsefvárosnak van egy Smart City bizottság, a Smart City stratégiája, ennek a vezetője is benne a zsűriben, és ugye ennek a versenynek 1,5 millió forint pénzdíja van, de szerintem még talán nagyobb kifutás, hogyha mondjuk egy pilot projektet itt Józsefváros önkormányzata megvalósít. Mondjuk a tavalyi évben is volt már egy ilyen projektünk, csak ő még nem jutott el abba a fázisba egy okospod alkalmazás, amire úgy néz ki, hogy lehet, hogy lehetőséget fog biztosítani Józsefváros. De akkor, ha jól értem, ez a program is kifejezetten most a startupoknak szól. Hát bárki indulhat, 3 célcsoportunk van, az összes kerületi lakost szólítottuk, meg az összes kerületi székhelyvetelepői vállalkozást, illetve a kerületi diákokat, ami nagyon fontos, természetesen mindig hazahúzza a szívünk, tehát mi a modernkori rögközkötést szeretnénk itt megvalósítani, hogy ez a vállalkozás ez itt Józsefvárosban alakulja meg és induljon el. Tehát a
a mi nyerteseinknek arra kötelezzük, hogy ez Józsefvárosban bármilyen jó, tehát van, ez Józsefvárosban kerül megvalósításra, ami anyagi segítségünkkel, illetve a mi inkubációnk segítségével van. Hát, hogyha ebből sikerül megvalósítani, gondolom nem kötelező, hogyha nem lehet. Nem. Tehát, hogyha az inkubáció után és az a Szeged Egyetemista hazamegy, és otthon fog vállalkozni, akkor természetesen semmiféle retorzió nem éri. Mi örülnénk. Nagyjából olyan az inkubációnknak a több mint 70% azért Józsefvárosban marad. Különösen az első inkubációinkat veszítettük el, mert akkor mindenki a uniós pályázatok miatt még a budapestiek is vidékre mentek, és ezután jött a kezdeményezés önkormányzati ingatlan bérlési lehetőség, illetve ami még szintén a H13 kezdeményezésre jött létre, van egy nagyon kedvezményes mikrovitel konstrukciónk is. Ezt a budapesti vállalkozásfejlesztés közalapítványnak kimondottan a mikrovállalkozásuk részére van egy nagyon kedvezményes hitele, 5,9%-ért kap. Hitelt Józsefvárosi önkormányzat emellé ebből átvállal egy jelentős részt, tehát egy józsefvárosi vállalkozás 3%-ot vállal át, tehát 2,9%-ért kapna hitelt, és van, javaslatunk a két preferáció csoport, a fiatal vállalkozók, illetve a női csoport, még további 0,5%-ot átvállal az önkormányzat, de 2,4%-ért kapnak hitelt, ebben is elsők voltunk, és szintén Rákos mentem másolt le már bennünket, de több került is szeretne még ilyet csinálni. Szóval most ezt valaki hallotta ezt a beszélgetést, vagy hallja ezt a beszélgetést, figyeli, akkor annak mit lehet mondani, hogy most konkrétan erre a vállalkoz Józsefvárosra, akkor kik azok, akik, tehát hogy milyen ötletekkel érdemes indulni? Elsősorban mondtam preferátor, tehát a Smart City, de nem kötelező. Tehát ha bármilyen ötleted van, amit egy üzleti terv formájában pontosan beadsz nekünk, és egy rövid pitch-el, ugye zsargumnak mondják, szakmai zsűrőt elmondod az ötletet egy rövid időintervallum alatt, akkor nyugodtan jöhetsz. Tehát abszolút a Smart City a preferál, de bármilyen ötlettel jöhetsz, bármilyen vállalkozás. Eddig lehet pályázni, és ezt hol lehet megtenni? A H13 honlapján csak ott, tehát csak elektronikusan, és 24-e éjfélig van a pályázat leadása, ha terjedézen hosszabbítottunk. A tavalyében 86 pályázatunk volt, nagyon nehéz volt ezt a 8-at kiválasztani, akik ugye 8. körület vagyunk, tehát 8 versenyző versenyzett a versenynapján a demódén. És most lehet már tudni, hogy hol tart körülbelül, mert mikor indult pontosan? Hát egy bő 3 hete írtuk ki, de ez jellemző, hogy mindig az utolsó pillanatban adják meg. Tehát a tavalyi év tapasztalata az volt, hogy körülbelül 12-n álltunk, akkor vasárnap, akkor is vasárnapra esett a szemre zárása a péntek reggel, és abból egy 86 évfélre. Tehát izgulok, mindig izgulok. Akkor még 23-24-én még izgulni. Szoktok, hogy már most is, már 8 égpénzából tehetett, már most is találtunk azért ebből a 11 nehányból is. És akkor mi lesz a menete? Tehát 24-e a pályázat leadásinak a határideje, onnantól kezdve mi ebből lesz? Van egy előzsűri, ebből kiválasztjuk a legjobb 12-t, ennek a legjobb 12-nek van egy előversenye, amiből 4 kiesik, és végülis a legjobb 8 szerepel majd élesben a zsűri előtt. És ebből 3 győztesünk van, ugye, aki hazaviszi a másfél millió, 1 millió 500 000 forintot, illetve a 13 inkubációját. Tehát lesz egy eredményhirdetés, akkor lesz egy, kiderül, hogy ki a legjobb 8, és így aztán van, pedig így van, akkor így van. Ők mennek tovább. Ez március 26-án lesz ez a verseny, és oda mindenkit nagy szeretettel várunk, ez egy abszolút nyitott verseny. Zoltán, minél több pályázót kívánok neked, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Én is nagyon szépen köszönöm, vállalkozó Józsefváros.